Sziasztok! Ez itt a Több mint innovatív. Írom szerint a Tesla kéne gyártson egy általa csak Robovannak hívott áru és emberszállító, variálható járművet. A keddi összefoglalóban is látott, John, a szilícium-völgyi Tesla klub vezetője szerint is szükség van valami nagyobbra, mint az X. Majd megkérdezte, lehetséges-e ez? Musk csak egy sejtelmes kacsintással válaszolt. Doge Designer készített is egy látványtervet erre a Robovanra. Elon szerint ez nem rossz. Szerinte itt az ideje, hogy a jövő futurisztikusan nézzen ki. Továbbá szerinte a divat is ebbe az irányba kéne mozduljon. A világon amúgy is nagy divatja van a lakóautóknak. Rakhatnának rá egy kinyitható napelemtetőt is. Valami hasonló megoldás is lehetne, mint ez az utánfutó, amit Hannoverben mutattak be. Az utánfutóval kapcsolatban egyébként felröppentek a hírek, hogy nem is a Tesla készítette. Tesla Adri személyesen utazott Hannoverbe, hogy kiderítse az igazságot. Ezt a koncepciót gyakornokok készítették a Tesla automatizációs részlegéről egyfajta proof of conceptként. 3,2 kWh teljesítményű napelemeket tartalmaz, továbbá van benne egy Powerwall is. Számos 230 voltos ajzattal is rendelkezik az eszköz, a Starlink antennán kívül. A hajókra való Starlinkkel kapcsolatban megkérdezték Elont, mikor jön a Tesla hajó. Szerinte egy repülőhajó nagyon menő lenne. Hozzátette, szuper felpörgeti a Tesla termékfejlesztése. Megtiszteltetés a csapattal dolgozni. Összefoglalva, mit is tudunk? Nem sokat, de úgy tűnik a robotaxi után jöhet egy Robovan, jóval később akár egy hajó is. 2019. március 14-én mutatták be a Model Y-t. Akkor azt mondta Musk, hogy egy ideig nem lesz új bemutató. Ez több, mint 3 éve volt. Így remélem, hamarosan ez megváltozik. Jó lenne, ha az éves befektetői találkozón augusztusban, vagy a szeptemberi második IAD-en többet is megmutatnának valamiből. Számomra kicsit gyanús, hogy külön robottermékcsaládot indítanak. Sok ember szeretné megtartani saját autóját, sokan viszont szívesen feladnák a vezetést. Nyilván ezek a robojárművek, akár pedálok és kormányok nélkül is jöhetnének. Érdekes gondolat, hogy a robó és a hagyományos Tesla autó termékcsalád létezhetne párhuzamosan egymás mellett is egy ideig. Visszatérve a hagyományos termékcsaládra, ezen túl a Model X-hez és az S-ekhez már nem adnak kulcsokat. Ez várható is volt, hiszen már mindkét modell esetében működik a kulcskártya és az app is. Troy Teslike megosztotta a júniusi Shanghai gyártási számokat. Úgy néz ki, a kínai gyár 70.928 darab autót gyártott. Ez egy új rekord. Előzőleg kicsit több, mint 68.000 autó volt a csúcs januárban. Érdekes továbbá, hogy közel kétszer annyi Model Y-t gyártottak, mint 3-ast. A Tesla kisebb crossoveréből 46.931-et, a kisebb szedánból pedig 23.997-et gyártottak Shanghaiban. Megjelent egy videó legújabb shanghai raktárukról is. Elképesztő, hogy még a kamionok is két szinten tudnak beállni. Úgy tűnik a Tesla Starlink terminálokat telepít brit superchargereihez. Közben Amerikában is egyre több töltőhöz kerül a SpaceX műholdas internetéből. Ezzel is csökkentve a cég költségeit és a mobil hálózattól való függőségüket. Megnéztem a helyi Burton Woody Superchargert, és itt még nem láttam Starlinget. Közben előkerült néhány dokumentum a V4-es Superchargerről. A pontos dizájnt még nem ismerjük, de úgy tűnik kicsivel nagyobbak lesznek az új töltők. Egyes kommentelők szerint ezek a méretek megegyeznek a Pepsihez és a nevadai Gigafactoryhoz telepített megacharger-ek méretével. Szerintetek melyik a jobb? A Tesla Model C, vagy a nem Honda által gyártott Honda Civic? Elon szerint a Tesla automatikus kabin túlmelegedés védelme igazán nagy különbséget tesz ebben a nagy hőhullámban.
A következő szoftver frissítésnél még az aktiválási hőmérsékletet is be tudjuk majd állítani. Ha furcsa lett a hangom a videó második felére, az nem véletlen, én is úgy tűnik az audio technika mikrofonon megadta magát, de köszönhetően a Patreon és YouTube támogatóinak viszonylag gyorsan és könnyen tudtam rendelni egy másikat, úgyhogy remélhetőleg már holnapra megérkezik, viszont akkor már ki kell jönni ennek a videónak, úgyhogy ennek a videónak és az ironos videónak is a második fele, illetve az egyéb keddi videónak a legutolsó kis része az ilyen rosszabb hanggal lesz felvéve. A Biden-Harris adminisztráció bejelentette, hogy 700 millió dollárra próbálja támogatni és felgyorsítani az elektromos átállást. Érdekes módon több céget is megemlítenek ebben, többek között a Teslát. A Teslát abba szeretnék támogatni, hogy nyissa ki superchargereit Amerikában is, tegye elérhetővé más gyártók számára. Konkrétan a Giga Buffalo New Yorki gyárát támogatják, ahol 1600 ember dolgozik jelenleg, és a Solar projekteken kívül supercharger állomásokat építenek, amelyek 250 kW-osak. Ahogy Európában, így valószínűleg Amerikában is elkezdik a dupla kábeles CCS csatlakozós superchargereket gyártani, az adminisztráció szerint év vége előtt. Ezzel párhuzamosan az Aptera indított egy charge.org petíciót arról, hogy Amerikában legyen szabvány Tesla saját töltőcsatlakozója. Annó, mikor a Tesla elkezdte kiépíteni supercharger hálózatát, még nem létezett a CCS szabvány. Így kénytelenek voltak sajátot fejleszteni. A kép is egyértelmű, a Tesla megoldása sokkal kisebb és kecsesebb, mint bármelyik konkurensé. Továbbá, ha a puszta, nagy teljesítményű töltők számát nézzük, akkor is a Tesla jár messze az élen. Így logikus lenne, ha amerikai szabvánnyá tenni az ő megoldásukat. Így a cég is jól járna az előzőleg említett állami programmal is. Elonnak minden esetre tetszik az ötlet. Mi az, ami jobb egy Tesla szemájnál? Két Tesla szemáj, nyilván. Timothy Wilson volt olyan szerencsés, hogy Tesla vontatót látott egyszerre kettőt is. A Panasonic több milliárd dollárt fektet be második amerikai akkumulátorgyárába, Kansasbe. Ebből a gyárból fogja ellátni a Teslát. A Panasonic azért választotta ezt az államot, mert közel van Austinhoz, és nem mellesleg kedvezőek az adózási viszonyok. Ez a valaha volt legnagyobb összegű befektetés Kansasben. 4000 új munkahelyet hoznak ezzel létre. Jordan a Limiting Factortól kijött egy új videóval, amiben röviden összefoglalja azokat az érdekességeket, amiket a 4680-assal kapcsolatban találtak. Az első dolog, amit tisztáztak, hogy a katód nem, csak az anód rendelkezik száraz elektródás technológiával. Kis mennyiségben ebben az akkumulátorban is található kobalt. A cella energiasűrűsége 272 és 296 wattóra per kilogram köré prediktálják, pontosan nem tesztelték le. Ez egy kicsit alacsonynak tűnhet, de az új formátumú akunak van egy-két eleme, ami még nincs optimalizálva. Az egyik a cella fal vastagsága. Ez nagyjából négyszer nagyobb, ami nyilván ront az energiasűrűségen. A másik, hogy ez a nagyjából fél éves verzió még egyáltalán nem tartalmaz szilikont. Ha ezt a két hátrányt felszámolják a Teslánál, azonnal 310 wattóra per kilogrammos piacvezető energiasűrűségű akkumulátor jönne létre. Jordan egyébként vásárolt egy cellát Monroe-ék texasi Model Y-jából, amit már részletesebben akar elemezni. Sandy Monroe cégének vezetője közben készített egy rövid videót, amiben elmondta, nagyon nehéz szétszedni a strukturális akkumulátorcsomagot, így kicsit késnek a további videóikkal. Elon a kételkedők kedvéért megosztotta, a 4680 is pont ugyanúgy újrahasznosítható, mint bármelyik másik akkumulátor. Úgy kell gondolni minden akkucsomagra, mint egy nagyon magas minőségű ércre. A magas minőséggel érdemes mindig kezdeni. Green the Only megosztotta, most már a kormány mögötti kijelzőn is látszik a forgalom. Nem csak a nagy navigációs képernyőn, egy valószínűsíthető szerver oldali frissítés után. Andrej Kárpáti megosztotta, nagy öröm volt számára a Teslának dolgozni az elmúlt 5 évben, és nehezen hozta meg ezt a döntést, hogy elváljanak útjai. Ez alatt az idő alatt egy egyszerű sávtartóból városi önvezetésig jutott az autopilot, és nagyon várja, hova fejlődik a rendszer, a hihetetlenül erős csapatnak hála. Andrej hozzátette azt is, hogy nincsenek még konkrét tervei. Szeretne a technikai oldalán dolgozni az AI-nak, illetve a tanulásban is részt venni. Elon megköszönt mindent, amit Andrej tett a Teslaért, és hozzátette, megtiszteltetés volt vele dolgozni. Biztos, hogy nem lesz könnyű egyik felnek sem. Andrej remélem megtalálja a számítását. Ahogy ő maga is mondta, hihetetlenül erős a csapat, és nélküle is tovább fejlődik a rendszer majd. Sok Tesla dolgozó,
így biztos vagyok benne, hogy ő is kapott részvénykompenzációt. Ez is segített abban, hogy hobbiának éljen. A jobb felső sarokba és a videó végére is beteszem az Andrejos videókat. James Locke kérdésére, hogy mikor jön a V11-es FSD, annyit válaszolt Musk, hogy a 10.13-as belső beta tesztje a napokban kezdődik, a külső jövő héten. Csak komplex balkanyarét is kezelni tudja majd. Remélhetőleg a V11 jövő hónap vége előtt jön az autópályákat is kezelő FSD-vel. A V11 fontossága nagyban csökkent a 10-es verzió után. Lényegében a legfontosabb újítások már is 11-es szinten vannak. Végül Elon termékfejlesztéses tweetjét megosztotta a Tesla is, azzal együtt, hogy csatlakozzanak a tehetségek hozzájuk. Köszönöm minden Patreonos és YouTube támogatómnak is a támogatást, nélkületek nem lenne értelme ezen videókat elkészíteni. A hírekben látott videók linkjeit megtaláljátok a leírásban, az egyéb linkekkel együtt. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést, ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek. Vasárnap itt az én csatornámon folytatom az Elonos hírekkel.